Ez a kilátás a Higashiyama hegy tetejéről, Kyoto egyik leglátványosabb helyszíne, Japán legjavának is nevezhetnénk. Ahhoz, hogy feljussunk a hegyre, szűk kis utcákon kell átsétálnunk, meg annyi útvonal létezik, egyik hangulatosabb, mint a másik. Nem csoda, hiszen a japán kultúra központja volt ez évszázadokon keresztül, sógunok, gésák, teaszertartások és kimonóba öltözött emberek, virágzó élet volt itt egykorom. Bár hiába írunk 2020-at, Higashiyamában sétálva, mintha még most is lenne egy darab ebből a világból. A Kyoto keleti oldalán elterülő hegyoldal egy kész látványbomba. Szebbnél szebb kertekkel, pagodákkal, épületekkel és szentélyekkel lehet találkozni. Nehéz elmondani, hogy itt fogadja az embert. A szemünkkel kell látni, hogy elhiggyük. Miután megmásztuk a Sannenzakát, amit a harmadik lejtőnek hívnak a hegyoldalon, egy vörösre festett pagoda csúcsa fog megjelenni a háttérben. Aki először jár erre, annak nem kis izgalomra adhat okot a torony, hiszen a 400 éves Szentvíz templom bejáratát fogja jelképezni. De kapkodnunk nem kell, mert még mindig vár ránk egy kis adag séta, a szűk kis utcákon sorakozó ajándékboltokon és a turisták tömegén kell átverekedni magunkat. Amikor a Kiyomizu Dera, azaz a Szentvíz templom bejáratát jelképező kapu és pagoda feltűnik előttünk, nos, az egy igencsak felejthetetlen látvány. Csak úgy, mint minden, ami a hegytetőn fogad minket, ahogy ezt már az előbb is említettem, nehéz ezt szavakkal visszaadni. Itt kell lenni, látni kell a saját szemünkkel. Így fest tehát a kilátás a Higashiyama hegy tetejéről. Remélem, hogy tetszett ez a videó, köszönöm, hogy végignézted. Ha szeretnél további érdekességet olvasni Japánról, akkor ajánlom figyelmedbe a Kokoro Szellemiség, amit Japánban tanultam című könyvemet. Ráadásként most letölthetsz mellé ingyenesen egy 3 napos kiotói programtervet is, ami egy nagyszerű segédeszköz lesz számodra, ha egyszer Japánba tervezel utazni.